És igen, a Bobby Evans szóval a sportától, hát hogyan értékelni ezt a mérkőzést, és hát az az utóbbi érjében a Paksán, de megizasztotta a Fradit. Most mi volt az oka, hogy ennyire nem volt meccsben a csapata? Hát egy kicsit több játékot vártam a csapatomtól. Az összeállításban is kiderült, hogy azért voltak olyan középpályások, támadók, akikkel lehetett volna több veszélyt jelenteni az ellenfél kapujára. De az igazság az, hogy a labda felé védekezésben, amit mi azért szoktunk játszani, ütközni is kell. És ha mindig lemaradunk egy lépéssel az ellenfélről, és mindig tovább tudják játszani a labdát, akkor az a gyorsaság különbség, amivel a Fradi rendelkezik, az kijött az első félidőben, különösen ott a jobb szélen a Traoré, az rendszeresen megfutott a kinyiket és a siét. Illetve hát a pontrugások, amiből 3-4 gól is született, az szokatlanul rosszul működött. Egyértelmű volt az első félidő, több góllal is megérdemelten vezetett a Fradi. Más ritmusban is játszottak, aztán a másik félidőben nem volt más választásunk, mint hogy olyan szempontból kozmetikázzuk az eredményt, hogy ne kapjunk gólt. Következő kérdés? Hogy György, azt szeretném kérdezni, hogy terveztek-e még átigazolás, még itt van az átigazolási piac, vagy ezzel a csapattal most már végig nem? Szerintem most már nagyjából ezzel a csapattal megyünk, nagyon sok átigazolást már nem tervezünk. Így is sokkal nagyobb volt a fluktuáció a kereten belül, mint amit eredetileg terveztünk. Hármat terveztünk és 10 fölött igazoltunk, tehát azért ez elég sok. Hogy említetted, hogy nem működött az, amit eltervezted, hogy nem voltak ütközések, lemaradtatok. Volt olyan része az első félidőnek, amikor esetleg ugye most így tudod azt mondod, hogy ott be lehetett volna nyúlni, akár egy szerkezeti átrendezéssel, egy taktikai váltással, de talán nem ment volna el ennyire a Ferencváros? Nem. Az első ivószünetben már láttuk, hogy nagy a gond, és akkor ott egy változtatást csináltunk, hogy hátravittük a Windekert középpályáról. Akkor ez egy picit stabilabb lett, bár az utolsó, a hosszabbításban így is kaptunk 2-3 gólt pontrugásokból. Nem, az első fél időben én azt láttam, hogy különösebben, hát cserével esetleg lehetett volna már az első fél idő végén is variálni, de nyilván megvárja ilyenkor az ember a szünetet. A másik pedig az, hogyha beállítok valakiket a kezdő csapatba, akkor, és ez nem működik, akkor én is hibázok. Na most legalább a szünetük, én nem csinálom azt, hogy mérkőzés közben lezavarok 2-3 játékost, mert azért vannak a pályán, mert én odaállítottam. Tehát akkor ez az én hibám is. Köszönöm.